Tárgyalásokra hívja a kormánykoalíciós pártok vezetőit a tervezett adóügyi módosítások kapcsán a szélsőségesen nacionalista AUR. A vonatkozó átiratot már megküldték a kormánynak. A Románok Egyesüléséért Szövetség szerint a kormány padlóra küldi a hazai gazdaságot és jobb megoldásokat akar javasolni a Csoláku kabinetnek. A bukaresti győzelem térre hívott össze rendkívüli sajtótájékoztatót a Románok Egyesüléséért Szövetség. A szélsőségesen nacionalista AUR a kormánykoalíció által tervezett adóügyi módosításokat kifogásolja. Márcsél Csoláku miniszterelnök és Márcsél Bolos pénzügyminiszter a múlt héten jelentette be, hogy felszámolna mintegy 200 ezer betöltetlen állást és karcsúsítaná az állami apparátust. Az AUR társelnöke szerint mindez színjáték. Minden egyes állampolgár azt várja el egy felelősségteljes kormánytól, hogy az állami szférát megreformálja, Csoláku azonban színleli ezt a reformot és ürügyként használja arra, hogy azokba rúgjon, akik ezt az államot fenntartják, a kis és közepes vállalkozókba, akik hozzáadott értéket teremtenek, és lehetővé teszik azt, hogy ez az ország létezzen. A sajtóba ugyanis számos a magánszférát érintő intézkedés is kiszivárgott. Ezek szerint bizonyos szakterületeken akár ötszörösére emelkedne a befizetendő adó a kis és közepes vállalkozások esetében, az engedélyezett természetes személyek is jóval többet fizetnének az államnak, és az IT-szektorban, valamint az építőiparban is törölnék az adókedvezményeket. Az AUR szerint a tervezett intézkedések tönkretennék Románia gazdaságát. A szélsőségesen nacionalista alakulat szerint ehelyett a közalkalmazottak számát kellene csökkenteni 500 ezerrel, hogy pénzt spóroljon az állam. Meglátásuk szerint ugyanis az 1 300 000 közalkalmazotti apparátus túlméretezett.